A nőnapi jótékonysági műsor bevételének felét adta át ünnepélyes keretek között Gémesi György polgármester és Varga András önkormányzati képviselő a Gödöllői Lokálpatrióta Klub nevében a fővárosi önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának. Az otthon lakói néhány vidám jelenetet meg is tekinthettek a műsorból, köztük azt a csárdást is, amiben az intézmény vezetője Kovácsné Blaskó Marian is táncolt. A vezetőasszony megköszönte a támogatást, amit az intézmény lakóinak javaslatai alapján használnak majd fel. Az otthon lakói műsorral köszöntötték a Lokálpatrióta Klub képviselőit, akik elmondták, hogy a bevétel másik 250 ezer forintos részét a Városi Egyesített Szociális Intézmény támogatására fordítják.